A déli iparterület Törökszentmiklós meghatározó gazdasági centruma, amely a hamarosan lezáruló 800 milliós projektnek köszönhetően tovább fejlődhet. A beruházás egyik legfőbb eleme egy új raktárépület megépítése volt. A cél szerkezetes, egyszintes, 1580 négyzetméter hasznos alapterületű csarnokról van szó, mely fűtetlen raktárépületnek lett tervezve, de a későbbiekben, ha igény mutatkozik rá, akkor a fűtés is kialakítható benne. Az épület villamos energia felhasználásának energiahatékonyságát az épület magas tetős szerkezetén egy 30 kWh-órás napelemes rendszer biztosítja.